Heti híradóval köszöntöm a bábolnai televízió nézőit. A fodrásznál lett rosszul az a bábolnai hölgy, akinek életét éppen az mentette meg, hogy azonnal segítőkezet nyújtottak neki. Egy 50 év körüli bábolnai hölgy életét mentette meg a helyi fodrász és műkörömszalon két munkatársa, akik miután a hölgy rosszul lett, azonnal intézkedtek, riasztották a mentősöket, majd megkezdték az újraélesztést. Én még először nem is gondoltam, hogy baj van, csak amikor a kolléganőm így rám kiabált, ahhoz azt érített így észhez, hogy fogjad, meg kiesik a szívből. És akkor ők is idejöttek, letettük a földre, a kolléganőm vendége hívta gyorsan a mentőket, először stabil oldalfekvésbe tettük, megnéztük, hogy nem csúszott hátra a nyelve, közben kapcsolták a diszpécsert, és akkor a diszpécser mondta, hogy mit csináljunk. A szívmasszázsal igyekeztek fenntartani a keringést a mentő kiérkezéséig. Szerencsére sikerrel jártak. Bár a mentősök még közel 2 órán keresztül küzdöttek a bábolnai hölgy életéért, végül a történet sikerrel, életmentéssel zárult. Sportos szellemben tartották idén is a majálist labdarúgással, sok-sok játékkal és vendéglátással. Májussal együtt jár a majális. A tavaszi mulatság városunkba is visszatér évtizedek óta. A hagyományos ünnepet idén is Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka, a helyi sportesemények lelkes szervezője rendezte meg sportos szellemben. A focipálya szolgált helyszínéül most is a nagyszobású családi programnak. Délelőtt zenés bemelegítő tornával indult a nap, Cefernek Dorka irányításával mozgatták át magukat a résztvevők. Ezt követően a focipályán labdarúgó mérkőzések kezdődtek a 7 és 9 éves focisták bevonásával. A nap során számos ügyességi feladat is várt a résztvevőkre. Vidám pillanatokat tartogatott ezek közül például a lufi fújó verseny. A májusi alkalmat kihasználták a jelenlévők és megköszöntötték az édesanyákat is. Az anyáknapi köszöntő után már a Tiamo Modern Tánc csoport készülődött, akik rendszeres résztvevői a majálisnak. Volt tűzoltó bemutató ifjú tűzoltókkal, sportlövészet Miskolci Julianna sportlövő olimpikonnal. Kicsiknek ugrálóvár, nagyobbaknak foci biliárd, homokképkészítés és vattacukor. A szervező a vendéglátásról is gondoskodott, így mindenkinek jutott a finom egytál ételből. 11 kg feletti volt a május elsajai horgászversenyben kifogott legnagyobb fogás, 41 versenyző próbált szerencsét az Ölbőtavon az ünnepnapon. Az Ölbőtavi Aranyhal Horgász Egyesület idei második versenyét szervezte meg a majális kupával. A szezonnyitás utáni második alkalom a tagok számára kiírt megmérettetés volt május 1-én. A horgász viadal zárt körül volt. Ez most már hosszú évek óta Bábolna város kupájáért zajlik, mely versenyt a Bábolna önkormányzat minden évben anyagilag támogatja. Ez a verseny eltér a többi versenyünktől, ugyanis itt 2 bottal horgászhatnak a versenyzőink, illetve azon belül bármilyen készséget választhatnak, és 1 darab halat meg is tarthatnak az éves kvótájuknak a terhére, természetesen azt a fogásnaplóba dokumentálva. A munka ünnepén megtartott esemény teltházas volt, több mint 40 horgász próbált szerencsét az Ölbőtavon. Az idei megmérettetésen az indulók fele eredményesnek mondhatta magát. Sőt, súly eloszlásban is elég jó, mert az első 2 helyezett az 34,6 és 33,13 kg-mal különös eredmény, a harmadik is 16 kg felett fogott, tehát úgy érzem, hogy ezek azért jó eredmények, és az első 10 helyezett is közel 5 kilóval zárta a 10. helyezett. Tehát ezt én úgy ítélem meg, hogy elég szép fogási eredmények születtek, egy 6 órás versenyt figyelembe véve. Az első 10 helyezett ajándékot, az első 3 versenyző kupát is kapott. A horgászviadalban kifogott legnagyobb hal 11 kg feletti volt. Az első Bogdán Imre horgászunk lett, a második Körmendi László, a harmadik pedig Tavaszi Attila. A második helyezett oroszlány otthonában vendégeskedtek megyei első osztályú labdarúgóink.
Meglepetésre a miénk szerezték meg a vezetést 18 perc elteltével, majd a hazaiak egyenlítettek egy büntetőnek köszönhetően. Egy kiállítás miatt focistáink 10 emberrel küzdötték végig a találkozót, de kitűnő játékkal, támadó felfogásban és sok-sok helyzettel. Mégis az oroszlán kerekedett felül góllövésben, hiába voltak legényeink egyenrangú ellenfelek. A szerencse nem állt melléjük. OBSK oroszlány, Bábolna Ese 5-2. Híreink végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, heti híradónkat látták, viszontlátásra!